Új automata röntgvágó és hasogatógép segíti a munkát ezen a Lajos Mizsei telephelyen, ahol folyamatosan készül a tűzifának való. A leggyakoribb tűzifa fajták közé tartozik az akácfa, a bükkfa, a tölgy és a gyertyán. Ez a cég próbált nagyobb mennyiségű akác tűzifát lekötni, amivel a vásárlók igényeit maximálisan ki tudják elégíteni. A szezon kezdetekor beruháztunk egy automata gépsorra, ami vágja és hasigatja is a fát, illetve nagyobb mennyiségű tüzelőanyagot kötöttünk le, hogy az ellátás folyamatos legyen. Jelen pillanatban is folyamatosan érkezik be a fa, és folyamatosan tudjuk az igényeket kielégíteni. Egy-két hét várakozással mindenki megkapja a kért mennyiséget. Igény esetén ki is szállítjuk a terméket, akár 50 kilométeres körzetben is. A tűzifa forgalmazók a tűzifa mértékegysége kapcsán a mázsát és a köbmétert használják, a tűzifa ezen felül forgalmazható kalodában és kaloda nélkül is. A lakossági és a kereskedelmi tűzifa között tulajdonképpen csak a mértékegysége a különbség, hogy köbméterbe vagy mázsára értékesítik. A köbmétert általában kalodákba értékesítik, illetve nagyobb rasálzsákokba úgymond. Nálunk mázsára értékesítjük, mert ez a legkönnyebben ellenőrizhető típusa az értékesítésnek. Hitelesített hídmérleggel rendelkezünk, tehát bármely vásárló leellenőrizheti a mennyiségét. A tűzifának a súlyát és elsősorban a tűzifának a fajtája határozza meg. Az eltérő típusú fák eltérő súlyúak, illetve a kivágásnak az ideje határozza meg. Az úgynevezett kemény fák jóval tömörebbek, lassabban égnek, több energiát adnak le, ezért értékesebbek is. Hatósági áras tűzifát országszerte 152 ponton személyesen lehet igényelni az erdőgazdaságoknál, de csak maximum 10 erdei köbméter fát lehet így beszerezni. A további igényeknél fontos, hogy megbízható helyről szerezzük be a tüzelőt. Legjobban odafigyelni talán a beszerzési forrásra érdemes. Az ilyen útszéli házaló értékesítőktől nem nagyon érdemes vásárolni, mert ott sem a súly, sem az eredet nem lekövethető, és ez miatt esetlegesen a későbbiekben a vásárlóknak ebből problémája lehet, hogyha az eredetéről érdeklődnek az ellenőrző hatóságok. A tűzifát általában jó előre érdemes megvenni, hogy kiszáradjon a fa. Most ebben a felfokozott keresleti környezetben nagyon nehéz egy-két éves tűzifát vásárolni. Itt inkább az idén kivágott fákat lehet most jelen pillanatban készletről megvásárolni. Sok mindentől függ, hogy egy szezonban mennyi fát használ egy családi ház fűtésére. Egyrészt a ki milyen hőérzetet kíván elérni, illetve a ház nagyságától, illetve hőszigetelő képességétől. Azért nagy vonalakban elmondható, hogy egy 100 négyzetméteres házra egy szezonban olyan 15-20 köbméternyi fa szükséges a felfűtésére. A tűzifa vásárlását követően célszerű a tüzelő tárolására is gondot fordítani. A tárolását viszont szellős, de viszont esőtől védett helyen kell mindenféleképpen megoldani, hogy a száradása folyamatos legyen, illetve ha már megszáradt, akkor az meg is őrizze a szárazságát. Az égési folyamat során a fa 85%-ban gázzá, 15%-ban szénné alakul, mindez pedig energiát termel. Lehetőleg mindig száraz fával fűtsünk, mivel annak nagyobb a fűtőértéke.